Immár hagyomány a II. Rákóczi Ferenc általános iskolában, hogy a végzősök rendhagyó városházi órán vesznek részt. Az intézményben idén média szak indult, ezért a nyolcadikosok a Paksi Kistérségi Televízióba és a Paksi Hírnök szerkesztőségébe is ellátogattak. A diákok és a pedagógusok nagy figyelemmel követték a médiumok munkáját, ami sok meglepetést tartogatott számukra. Engem érdekelt is ez a munkakör is, mert ebben szeretnék majd elhelyezkedni. Számomra nagyon érdekes volt, hogy a műsorokat megszerkesztik a szerkesztőségben, a Paksi Hírnöknél meg. Ugyanez így beszéltünk a lapról, a blogról, mind a kettőnek. Nekem nagyon nagy élmény volt. Nagyon érdekelt a Paksi Hírnök, hogy hogyan csinálják, szerkesztik meg, mert engemet nagyon érdekelnek az ilyen újságok. Lehet, hogy ilyennel fogok elhelyezkedni, hogy újságíró, de a híradók is nagyon érdekeltek, hogy hogyan csinálják meg úgy, hogy olyan legyen a háttérkép, vagy olvassák-e, vagy maguktól mondják-e az emberek, a híradósok. Én sem azt kaptam, amit vártam, hanem egészen mást, mert a technika világába látszik, hogy ma már minden lehetséges, és olyan trükkök vannak, amiket mi halandók igazából nem látunk a tévé másik oldalán. Én minden nap megnézem a Paksi híradót, és egészen mást látok a hírekben, mint amit itt láttam. Nagyon nagy élmény volt, úgyhogy köszönjük, hogy itt lehettünk. A média világa után a hivatal hétköznapjaiba csöppentek a nebulók. Hajdú János polgármester és Tell Edit alpolgármester a választási rendszerekkel és az önkormányzatisággal kezdték az útmutatást. 2010 tavaszán volt egy országos választás, akkor kiket választottunk? Pártot választottunk, nagyon jó, és milyen képviselőket? Akik az országot, nagyon szép, országgyűlési képviselőket. Mindezek mellett az önkormányzat osztályainak és csoportjainak feladatairól, az épített környezetről, a város gazdálkodásáról, valamint a képviselőtestület munkájáról tájékozódhattak a Rákóczi diákok a rendhagyó városházi órán. A gyerekek bátran kérdeztek az interaktív foglalkozásokon, és sok számukra eddig ismeretlen területről gyűjtöttek információt.